Tisztelt pályázók, érdeklődők, kedves kollégák! A Magyar Művészeti Akadémia építőművész tagozata Keszthely Balaton központjának fejlesztése 2020 megnevezéssel hirdetett építészeti tematikai pályázatot. A pályázat keretében építészeti, tájépítészeti eszközökkel megfogalmazott javaslattételt vártunk, a kiemelt jelentőségi területen egy magas szintű, szolgáltatást nyújtó, multifunkcionális együttes strand, wellness, szórakoztató kereskedelmi és más egységek létesítésére vonatkozóan. A felhívásra 26 pályamű érkezett, melyek közül sajnos két pályaművet a bírálatból ki kellett zárni, az egyes számú pályaművet a feladási határidő miatt a másikat a 12-es számút a tablón azonosítható szerzői megnevezés miatt. 24 darab érvényes pályamű vonatkozásában a bíráló bizottság többszöri áttekintést majd vita és elemzés után többségi szavazással döntött a díjazásra rendelkezésre álló teljes összeg bruttó 5 millió forint felhasználását javasolta az alábbiak szerint. Elismerésben részesülnek bruttó 300 000 forint díjazással a 2-es számú pályami szerzője Nyúl Dávid, a 11-es számú pályami szerzői Kocsis Vanda Simon László, a 21-es számú pályamű szerzői Kristók Attila Várnai Bence, a 24-es sorszámú pályami szerzői Molnár Márta, Nádasdi Zoltán, Reisné Horvát Eszter, Sóti Máté. Kiemelt elismerésben és bruttó 500 forint díjazásba részesülnek a 19-es számú pályamű szerzői Gyüre Lilla Andrea, Tamás Anna Mária Délá. A 22-es számú pályaműszerzői szerzői Szabó Gulyás Karolina, Tuksa Mónika, Kleska Gábor Márk. Díjban részesülnek bruttó 750 ezer forint díjazással a négyes számú pályaműszerzői szerzői Kis Flóra, Márki Gabriella, Miskolci Lilla, Szűcs Imre Ferenc. A 16-as számú pályaműszerzői szerzői Rantal Gábor és Rév Bence. A feladat újszerű megközelítése, az ökológiai szempontok kihangsúlyozása kapcsán, bár az építészeti tartalom kevésbé volt értékelhető, de mégis külön díjban részesítette a bíráló bizottság 650 ezer forint díjazással a 9-es számú pályaműszerzőit, Hámori Pétert, Guba Sándort, és a 13-as sorszámú pályamű szerzőit, Nárdai Saroltát és Kálna Dávidot. Köszönjük, hogy részt vettek ezen a pályázaton.